A Szuhai Sportcentrumban tartja edzéseit a Dombovári Asztali Teniszklub heti 3 alkalommal. A sportegyesület és a pingpongozás története régre vezethető vissza a városban. Dombovári Asztali Tenisznek a története 1949-ben alakult Dombováron az első Asztali Tenisz Egyesület. Lehet, hogy előtte is már pingpongoztak, de versenyszerűen akkor alapították meg, Békefigyüri bácsik alapították. Nagyon sokáig Tolna megyei bajnokságban szerepeltek, kisebb-nagyobb változatos sikerekkel. Nagyon sok játékos elment Dombováról, Dunaújvárosba, Kaposvárról, NB1-be, tehát nem rossz munka folyt Dombováról. Az újkori történet 1990-es évek végén megnyert a csapata a megyebajnokságot, feljutottak az NB3-ba, és a 2000-es évek elejéig folyamatosan NB3, NB2, és a legjobb eredmény az NB1-B szerepeltek, negyedik helyen végzett a csapat. 2000-es évek elején, utána sajnos feloszlott a csapat, mindenki elment más helyre, és visszajöntünk a megyebajnokságba, Baranya megyében, mert Tolna megyében sajnos nincsen megyebajnokság. A Dombovári Vasutas Munkás Sport Egyesület, amely a városban működő különböző szakosztályokat fogta össze, 2010-ben megszűnt. Ennek eredményeképp az egyes sportágok egyesületi formát öltöttek, és így működtek tovább. A DVMS-ének voltunk egyik szakosztálya, akkor lépnünk kellett, és 2011-ben megalapítottuk a Dombovári Asztali Tenisz Klubot, ami azóta is működik. A Baranya megye bajnokságban szerepelünk az első csapatunkkal. Idei évben az első helyen zártuk a bajnokságot, de sajnos félbe szakadt, tehát nagyon bántuk, nem tudtuk, hogy mi lett volna a bajnokság végeredménye. A másik csapatunk a Sázsdi Járási Bajnokságban szerepel, ők az ötödik helyen végeztek, vagyis hát álltak, mikor véget a bajnokság, lefújták a bajnokságot. Célunk továbbra is az, hogy szeretnénk megnyerni a bajnokságot, és ha minden összejön, akkor szeretnénk NB3-ba fellépni. Vannak fiatal, nagyon jó játékosaink, fejlődő játékosaink, 2-17 évesünk van, akik a megyebajnokságban 80-85%-os teljesítményt nyújtanak, és ők remélem csak jobban tesznek. Van egy 12 éves játékosunk, aki pár év múlva szintén ilyen szinten fog tudni játszani, és akkor szinte saját csapattal, saját nevelésű játékosokkal az NB3-ot fogjuk megcélozni. A sportolók ingyen használhatják az önkormányzati tulajdonú termet, ami nagyban megkönnyíti a felkészülést, mondta el Kocsis Károly elnök. Egy évben két versenyt szervezünk. Ezek ilyen régiós versenyek, 70-80 fő szokott részt venni rajta. Most két hete tartottuk a szezonzáró versenyünket, ahol 148 induló volt, borzasztó sokan voltak. Ez is mutatta, hogy az emberek nagyon szeretnek pingpongozni, és nagyon hiányzott nekik a pingpong, az, hogy nem játszhattak. Nagyon sok olyan játékos volt, aki most játszott először március óta. És öröm volt nézni, hogy ilyen sokan eljöttek. Mai edzésünkön a Kaposvári AC csapatát fogjuk vendégül látni. Felvettük pedig a kapcsolatot, nagyon szívesen elvállalták, hogy eljönnek egy edzőmérkőzésre. Mi is kipróbáljuk egy közepes NB3 középcsoportjába tartozó csapattal, mire vagyunk képesek. A pingpong könnyűnek látszik, és talán nincs olyan ember, aki ne próbálta volna már ki életében. De aki szabályosan akarja űzni ezt a sportágat, annak bizony sokat kell gyakorolnia. Kiemelt sportágakkal mi nem tudjuk felvenni a versenyt. A pingpong az egy olyan sportág, amit mindenki szeret. Mindenki csinálja, elmegy táborba, elmegy bárhova, van egy pingpongasztal, ütőt fog is játszik. Amikor már kell jönni edzésre, és akkor úgy kéne fogni az ütőt, ahogy versenyszerűen kell fogni. Nem úgy, ahogy az utcán meg a táborba csinálta, akkor már sok gyereknek nem tetszik. Tehát ez a probléma. Szeretik a pingpongot, de nem egyszerű játék.